Sziasztok! Spen vagyok, ez pedig egy újabb rész a mai elképesztő sztikus 130. vicces Minecraft baok részben ismételten mivel foglalkozunk? Igen, páncélálvánnyal. Mondtam nektek ugye ennek az egésznek az elején, hogy hát eléggé sok páncélálványos bugot találtam, hát igen, ugyanis a páncélálvány is az egyik legbagosabb dolog, amit valaha láttam. A mostani részben ezt a kis sticky pisztonos, nyálkablokkos, páncélálványos kombót szeretném nektek megmutatni. Ugyanaz a felállás, mint az előző részben, csak látjátok, hogy még ide raktam egy nyálkablokkot. Most sokan megkérdezhetik maguktól, hogy miért, de nem sokára választ fogtok rá kapni, hogy miért. Ide jövök, meghúzom a kis karunkat, és miután látjátok, hogy arrébb tolta, amikor vissza kéne húznia, ugye nem húzza vissza, de belebagol a nyálkablokkba, és félblokként viselkedik a mi kis páncélálványunk, és ugyanúgy használható marad, de tényleg nem lehet egyáltalán onnan elmozdítani. Semmivel innentől kezdve. És egy igazi, tényleg félblokként viselkedik, mert ugyanis az egyik fele az már a nyálkablokkhoz ragad és be van tapadva, a másik fele pedig még gyakorlatilag ugyanígy itt van ezen a blokkon, tehát még nem lehet rá semmit rakni, de már gyakorlatilag nem viselkedik egész blokkként sem. Tehát azért ezt elég furának tartom, hogy ugye ilyenkor általában vagy vissza szokta húzni ezeket a dolgokat, de mivel ezt nem lehet visszahúzni, mert semlegesíti gyakorlatilag a sticky pistonnak a visszahúzó képességét, ezért gondolkodtam el azon, hogy mi van, hogyha egy olyan blokkra, ami tömör, arra rakjuk rá, és hát ez történik, teljesen átvált egy ilyen félblokk üzemmódba, és nem lehet onnantól kezdve már egész blokknak tekinteni, ugye, és mint mondtam, a fele nyálkablokk, a fele meg gyakorlatilag a homokkövön marad. Úgyhogy igen, ennyi lett volna ez a kis rész, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, és hogyha bármilyen ötletetek van buggal kapcsolatban, akkor lent a leírásban megtaláljátok a címeimet, illetve kommentben is nyugodtan elküldhetitek. A lényeg, hogy érthető legyen, és hogy tényleg legyetek türelemmel, mert elég sok bugot veszek föl, és elég sok bug van még hátra, és nem feltétlen tartok ott, mint ahol éppen látjátok. Úgyhogy tényleg szeretném megköszönni, hogy ezt a részt is megnéztétek, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!